Sziasztok! Karácsony alkalmából Stédik Bence küldött nekem egy meglepetést. Hát igen, nem sok időm volt mostanában, úgyhogy még én sem láttam. Szóval nézzük meg. Azt mondja, fordulj meg. Az igen! Te jó ég! Vannak itt táblák is, azt mondja, boldog karácsony Csabusa, és ahogy te mondanád, 2.p. Az komoly. Mi van itt? Karácsonyfa, töki az egyik vállamon, ne nyomkodd az orrom. Itt van konyopa, káposzta, hirtelen jutott eszembe. Az meg nem tudom, írás, vagy csak kommandblokkosan füstölög a hátam, Csabusa, Reston. Fú, nagyon komoly, nagyon látványos. Ez gondolom egy kézikönyv. Hát persze, a kézikönyv. Azt mondja Béltó. Vigyázat, krakadilla veszély. Ahová a mondatvégi írásják és veszők kerültek K.A. által. Na. Ahová Kenny 26-ot kéne száműzni. Azt mondja, Csabusa ezzel mindenkit legyegőz, és senkinek sem marad hajszála. Hát egy atomübertáv sétapálca. Igen, egy atomübertáv sétapálca. Egy liter water. Üdvözöllek a mapon, meg egy... Itt egy láda. És tele van kulcssal, meg világgal. Azt mondja, vajon miért néz ilyen furcsán Csabusa egy pillanat? Hol van Eszti? Na, mennyi csont van a ládában? Ó, az elásott, kiásott csontok, igen. Igen. Nem, elásott, lerágott csontok. Igen. És van rajtam valamiért egy lyuk, olyan, mint hogyha lelőttek volna. Most nézem. Van rajtam egy lövés. Valamiért vérzek. De így megnézhetjük, hogy mi van bennem. Azt mondja, a Command Block Sensei immunrendszere. Oké, a fekete haj megvan, de hát nem tudom, szivacs meg Command Block. Ó, igen, értem. De ez az arckép, ez... Hát ezt nem tudom, hogy akkor is felismerném, hogyha nem lenne odaírva, hogy Csabusa, de így tényleg, mint hogyha hasonlítana rám. Hát nagyon köszönöm, Bence, nagyon tetszik, poén volt. Sziasztok! Sziasztok! Daráló! Yeah! Hát ennél kicsit több kellett volna, na mindegy. Yeah. Ja, végre daráló, rég nem volt. És Esztivel. Igen. Igen. Egyébként néha írogatnak, hogy mikor lesz Eszti, meg olyan más a vid, amikor van Eszti, meg ilyen hülyeségeket. Van egy ilyen szűk réteg, akiknek jobban tetszik, hogyha van Eszti is. Oké, hát örülök neki, hogy van. Nézzük a pályát. Én fogok most menni egyébként, de tényleg olyat is lehetne, hogy te mész majd. Nem, olyan múltkor volt. Tehát most én fogok menni, és ezt fog meg kommentálni. Ő osztja a pontokat. Na ne. A mai pályát Assassin 008 készített, és az a cím, hogy a Reston hatalma map. Mi van? A Reston hatalma map. Igen, így volt a címe. A Reston hatalma map. Megmutassam? Vagy tudom, mi? Hogy hogy volt a címe, csak olyan furán hangzik, nem? A Reston hatalma map. Hát furán hangzik, de hát ezt a címet választotta. Na lássuk. Oké. Kezdőszoba. Hány pont? Jó, hogy ezt már így kéne nyomni. Persze, hogy nem nagy te darálod. Kettő? Két pont, oké, ezt adott el két pontot. Azt mondja, YouTube. Egy YouTube logo és egy Facebook logo, azt mondja, szerkeszt is. Ez tetszik. Erre lehetnek pluszpontokat adni? Hát amit mondasz, az majd megjelenik. Jó, akkor még egy pont. A végén úgy vonom le, hogy az anyja, amit én akarok. YouTube csatornám, és akkor gondolom, ha rákatintok, megnyitja. Oké. Ott volt pár másodperc egy reklám.
Van történet, meg kezdés, még nincs ott a gomb, fú, erre adok pontot, ez jó, nem írja ki, hogy innen ide olvasom, szépen megoldott, hogy csak akkor van ott a gomb, amikor kell. És ez hány pontot ér ilyenkor? Nem tudom, majd kitalálom. Nem tudom, 2 pont. Történet. Eddig 5 pontja van meg az illetőnek. Viszont -1, mert szürkét rakott, alig látni a gombot. Történet. Hosszú évek óta csak járod az utadat, hogy elhelyezkedj ebben a világban, ahol csak te vagy egyedül. Ó, oh, hát ez elég síralmas. Én még dolgozom, én próbálom feldolgozni, hogy apokalipszis volt, és akkor csak én maradtam. És azóta is járom az utam, de hol helyezkedjek el? Megvolt a szerver. De hol helyezkedjek el, ha nincs társadalom? Tehát akkor ezt valahogy máshogy kell érteni. Tehát ez fizikailag elhelyezkedni. Nem férek be egyik házba sem, mindegy, menjünk tovább. A szüleidet nem ismerted. A falu... Akkor hogy nőttem fel? A falu, ahol felnőttél... Egy faluban. De a világon egyedül vagyok, de lehet, hogy túl nagynak gondoltam a világot. A falu, ahol felnőttél, elpusztult. Most eljött a napja, hogy utazásodat egy nagy feladattal zárd, és elérd utat célját. A feladatod a Minecraft megmentése. Sok szerencsét, utazó. Megmented a Minecraftot, ahol egyedül vagy. Nekem igen, ez zavart össze, hogy egyedül vagyok a világban, akkor hogy növök fel, meg... Jó, szóval... De milyen síralmas már, nem? Tehát egyedül maradtál, de amúgy, amikor mindenki körülötted volt, akkor se voltál nagyon sok emberre, hiszen hát meghaltak a szüleid. Ja, ez egy ilyen depis rész, szóval ezt ilyen immunrendszerrel kell majd játszani. Immunrendszereket fogunk osztogatni. Na, hát akkor kezdés. Beszélgetés Herobrine-nal. Erre rá lehet kattintani? Aha. Bár nem szólt, de sejtettem a YouTube kiírás után, hogy erre is lehet kattintani. Meg én is így szoktam megformázni. Azt mondja, Hero... Te lesz a Herobrine hangja, gondolom én vagyok Shadow. Jó, nem látom rendesen, picsom. Oké, akkor most ezt így helyet fogom mondani Herobrine-t. Úristen, milyen hangot kapok? Üdvözöllek, halandó! És én most egy banya vagyok, vagy mi? Ne! Mondd már rendes hangon! Herobrine, mit akarsz? Segítened kell, a Minecraft veszélyben van. Én hogy tudnék segíteni, és miért segítsek neked? Mert te vagy az egyetlen... Az igen! Igen. Akit a vírus még nem fertőzött meg, szóval vírus miatt pusztult el a világ. Milyen vírus? Egy vírus fertőzte meg a Minecraftot. Nos, nem tud segíteni, mert az ő karakterét is megfertőzték. Te vagy az utolsó remény. Gyűjtsd össze a 3 elekjét, ahhoz, hogy bejuss a Redstone templomba. Ott van a Redstone, amivel le tudod győzni a vírust. Menj át a portálnak kezdéshez. Remélem nem versz át Herobrine. Arra lehet levonogatni, hogy nem ismeri a vesszőt. Felkiáltójelet, vagy... Nem szoktam, mert ez ilyen érzékeny téma, ez mindig összevesznek, hogy ki tud helyesen menni. De hát, ha úgy van helyesen... Szerintem fölösleges ezzel kötözködni. Jó, tehát én megmondtam, hogy Herobrine, kis zombis hangja van, és... Ő is megfertőződött. Is megfertőződött. És ugye barlangban vagyunk, és a kandallóban meg kell húzni a kart, hogy nem tudom mi az, de... Jó, hát akkor... Ez az elég vicces. Egy kicsit Harry Potter-es, nem? Első fejezet. Ez egy pillanat olyan volt, mintha fénysebesség állattam volna. Ja, első fejezet. És van nálam egy könyv, ami tudom, hogy végig ott volt, csak elfejtettem megnézni, jegyzet. Kezdő felszerelés a hátizsákban. És az tényleg, igen, tényleg azt sem néztem meg. Jó, hát igen. Oké. Okay. Nem baj, eddig úgy sem volt rá szükség. Ez még az erdőben is. Van egy gomb. Herobrine, már nem is látom, de beszél hozzám. Menj az izzóköves úton, és megtaláld a teleportot. Jó. Az izzóköves úton. Aha, ez lehetne mondani, hogy ószkopi. Jó, de hát ennyirevel minden ószkopi, te. Oh, jó. Meg minden szivacskopi. Meglőtt. Az igen. Az igen. Mi a sz***ed? Na hát, Eszti.
Hogy lehet ilyet mondani? Úgyis kivágod, nem? Ne. Csonti, zombi, meg creeper, csak le van cserél a textúrájuk. De bolyan. Kicsivel arrébb. Kicsit hosszú a menetelme. Nem baj, nem baj, én végig zugottam, és köszönöm. Nem támad-e meg valami. Azt mondja, menj át a vízesésen. Veszély, a vírus befogadta, befogta a jeled. Mi, milyen vírus ez? Rádióvevője is van, adóvevője is van. Nem is számítógépes vírus. Számítógépes vírus. És most küldi a szolgáját, Elipson felé. Nem? És tényleg küldött, ez nem pókfejű zombi. Gyere, Démon. Gyere, Démon. Elmény, ezt a de nem lehet, hogy a vírus valójában egy személy. Tehát hogy tudsz szolgált küldeni? Hát de megfertőzte a személy. Egy beteg személy. Na. Nem ajánlom a harcot. Menekülj. Bocsánat. Hoppá. Túl erős vagyok. Jó, hát akkor menjünk át a vízesésen. Puty. Hoppá. Ja persze, ugorjak a közepébe, vagy le is volt írva. Nem a... Figyelj, figyelj. Jó, hogy éreztem ott, hogy el fog teleportálni. Azt mondja, hol vagyok? Mi ez a hely? Már tudom, ez a falu. De a falu elpusztult. Megkérdezem a Kovács mestert, hát ha tud segíteni, gondolom, majdnem sikerült végigolvasni, a műhelyben van. Jó. Az a falu, felnőttem? A lovat ellopták a hurigánok. A hurigán? Na legyél huri. Hát ez az írás kész múri. Na de. Kovács műhely. Ez hasonlít, ne? De hogy itt is kezdtem mellette. Kovács, jó, úristen, meg is dobálom hozzá. Az igen. Oké. Azt mondja, Kovács mester, én pont. Tudtam, hogy el fogsz jönni fiatalul. Valamit el kell mondanom. Kovács mester! Régen Herobrine szövetségese voltam, remélem meg tudsz bocsátani. De hát én is vele beszéltem az előbb, úgyhogy gondolom. Az olyan, mint a Harry Potterben a Voldemort volt szövetségesei, tudod. Már nem vagyunk gonosznak, vagy nem tudom. Nem tudom. Ezért készítem el a kardot, sajnálatom jeléül, és közben elteleportált. De hova? Jó, oké, egy tipp. Az ilyesmire csinálhatok le egy gombot, hogy mit tudom, én befejeztem a szöveget, még nem ezzel a szöveggel, hanem oké, mehetünk, és az indítja a teleportot, mert ez igen, nem tudod, hogy meddig fogja végigolvasni. Csak úgy lehet biztosan menni. Na. Tik-tik-tik. Hol tartottam? Sajnálatom jeléül. Igen, ez nem lehet. Nekem nem így adta át a kardot. Nem tudom elhinni, hogy Herobrine szövetségese volt, de miért? És akkor beleszól Herobrine, mert csak így tudta a falut fenntartani. Herobrine, ezt hogy érted? Eztán mond nekünk egy kisebb regényt. Elmondom a teljes történetet. Évekkel ezelőtt a nagy éjség tört ki a faluban. Az emberek reménytelennek érezték ezt a helyzetet. Egyszer bevágtatott egy ló a faluba, egy kosár volt rajta. Benne volt egy gyerek, te voltál az. A kosárban volt még egy térkép is. A térképen az én birodalmam volt rajta. A Kovács felkereste a birodalmam, és azt mondta, hogy békés szándékkal jött. Azt akarta, hogy adjak élelmet a falujának. Én egy dolgot kértem cserébe, hogy legyen a társam, és szolgáltasson nekem a megfelelő nyersanyagokat. De évekkel később megszedte az ígéretét, és ezért volt, hogy a kard átadása után 3 nappal elpusztult a falu. Most ébredj fel, és menjsd meg a Minecraftot. Ó, ezt nagyon kell emészteni.
Aztán gondolom felébredtem, az volt a teleport. Hol vagyok? Ez az alagút vezet a templomhoz? Jobb, ha megyek. De vajon miért szektem meg az ígéretét a kovácsmester? Jó. Ez az alagút vezet a Minecrafthoz. A kovács kardja, az erő kovács volt a közben is rakjuk így. De erősebb egyébként? 5, 8, ja és törhetetlen. Akkor eléggé. Tehát, hogy megjöttem a faluba egy kosárba, egy ló hozott. És a térképen Herobrine birodalma volt. Ezért elmentek hozzá, aki adott kaját. Oké. Okay. Cserébe ő nyersanyagot kér, de nem kapott nyersanyagot, ezért elpusztult a falu. Úgy. Elpusztult. De mitől? Vagy mi? Azt mondja, évekkel később szegte meg az ígéretét. Tudom, nem értem. Ez, én sem értem, esküszöm, nem értem. Olyan, mint hogyha az író kifelejtett volna egy pár ilyen mondatot, vagy nem tudom, úgyhogy ilyen plusz információt, amivel lehessen, hogy mire gondol. De kitaláltam, ami történetet, és szerintem nem tudta jól megfogalmazni, és így nem összefüggő, és így tudok felett, és próbálom megkeresni benne, hogy hogyan racionális, de valahogy nem érzem az összefüggést az elején meg a vége között. Azt el tudom képzelni, hogy megszektek, és akkor Herobrine jól letámadta a falut, ez oké, okay, de hogy nem Herobrine-tól féltek, mert ő vele csak egy ilyen cserét kötöttek, hogy kajáért kap nyersanyagot. De hogy mi az a kard átadás? A kard lenne a nyersanyag? De, és akkor mitől pusztultál? Hát most felébredtem viszont. Oké, ideig álmodtam. De nem fedjük meg a történet. Nyugodtan lehet. Nem, nincs értelme, mert olyan hiányos, nincs benne az összefüggés. Úgyhogy igen, ez lesz majd a hozzászólásokban a téma, hogy most mi? De lehet, hogy ők érték. Nyugodtan, valaki írja le, úgyhogy az én nyelvemen is. Jó, megyünk itt a barlangba. Írja le az öregek nyelvén. Ó, csicsa. Az őrzők temploma. Látod, idáig nem osztogattad a pontokat, és nekem majd ott kell gondolkodni majd vágásnál, hogy repkedjenek. Bizony. Hát én nem vagyok hozzászokva, azt nekem pontot kelljen osztani, úgyhogy... Majd belejössz. Azt mondja, szerfúz számüzetése. Ez egy ilyen jelenet? Egyébként érdekes szobor. Az igen. De van egy levegőkereszt. Ez eddig a legszebb része talán a pályának. Leglátványosabb. Vessza a robot! Vessza. Gerald. Gerald? Gerald csak. Riff Serfus. Miért nem adtak neki magyar neveket? Ő lenne a Jani. Hát így hangzatosabb. De Janiként is jó, nem? Ez meg a kijárat. Hogy ő lenne a Béla nevű szó. Itt van Elizabeth, most beszélked? Az úgy, igen. Tényleg a hegyben van. De jó. És kimenjek és beszéljek Elizabeth-tel? Ez is érdekes. Hát ha ő csinált, akkor nagyon ügyesít. Szervusz. Az nem, mint a szervusz. Szervusz, szervusz. És itt van. Ez is egy jelenet lesz. Ott valaki tart egy kardot, nagyon állat. És kijött a füst. Kijött a füst. Ja, nincs hozzá a magyarázat. Ez meg pont nincs tábla, amit felismertem. De lehet, hogy így körbe kéne nézni. Tehát volt egy kereszt, ami fel a mágad. Csiri, oda meg még ki van... Még magasabbra emelkedik. De ki van feszítve? És hát azt ember el nem olvassa. Serfus a gonosz testvér. Hát valakinek van. Jó, egy gonosz testvére. Hát, üres. Hol van az erekje? Hé, hey, állj meg! Ki álljon meg? Egy ősi történet, mely három testvér taragikus történetét modja el. Taragikus történetét modja el. Modja el. Na, szia, Elizabeth! Elizabeth szeret beszélni.
Na most elnézem ezt. Ki vagy? Ő lopta el biztos az erekét. Ki vagy te? A nevem Shadow. Te ki vagy? A nevem Elizabeth. Mit akart? Az erekét. Mi van? Semmi jó kedvem van. Olvastam. Oké. A nevem Elizabeth. Mit akarsz? Az erekét. Tudom, hogy nálad van. Honnan tudsz az erekéről, és honnan tudtál bejönni? Csak én tudom, hogy hol van a bejárat, és abból is csak kettő van. Az egyik járat, ahonnan kijöttünk, a másik meg a portál. Te Herobrine szolgája vagy? Nem, nem vagyok az... Nem vagyok, csak ő bízott meg. Mivel? A Minecraft megmentésével. Nem vagyunk jó kémek. Nem teszünk túl jó szolgálatot, megkérdez valaki, akkor rögtön is mondjuk. De ő is nagy, nagy őrző. Szó sem volt róla, hogy ez titok. Na jó, vagy csak ez csak is én vagyok az egyetlen, aki tudja, hogy hol vannak a kiállatok, hogy gyorsan el is mondja neki. Hát egyébként igen, az igaz. Herobrine, általában nos szokott segítséget kérni. Igen. Nos, az ő felhasználóját meghekkelte egy vírus. Egy vírus fertőzte meg a Minecraftot? Igen, és ezért kell az erekje, mert be kell jutnom a Reston templomba, ahol a Restonnal le kell győznöm a vírust. Igen, tessék, amúgy a mesterem tud segíteni, menj a portálhoz, amit a jelzőfény jelez. Jó. És igen, kaptam egy ilyen erekét, amivel lehet ölni is, és ad plusz életet is. Valami szürcsög. Én is kérek szörpet. Tudom, hogy Pók volt. Hát a Pók szereti a szörpet. Hát itt a mester. Egy pingvin. Egy pingvin a sivatagban. Úgy hívják, hogy Günther. Günther nevű pingvin a sivatagban. Ez egy nevű, mint a Monty Pythont néznék. Hello, tudod, én easter egg akartam lenni, de rájöttem, hogy nem tudok elbújni. Ezért lettem inkább mém. Ja, és nem tudom, hogy kerültem ide. Oké, menjünk tovább. Szegény. Hát, de figyelj, szegény kis Günther. Egyébként ez egy jó név, ez a Günther. Pingvinnek legalábbis nagyon szó. Na, ilyen a portál. Ó, vitti fejű Gerald, vagy Gerald, nem tudom. Nagyon geri. És akkor... Ja, ez tényleg portál, piros meg két terasz. És hát a portálból van ugye a fej. Na, azt mondom, hogy mester. Nem kell mesternek nevezned, a tanítványom hív így. Úgy gondolom találkoztál a tanítványommal, Elizabeth-tel. Mi áradban? Segítséget kérek, össze kell gyűjtenem a három erekét a Reston templom kinyitásához. A második erekét a démonok börtönében találod. Régen papok őrizték, de a szörnyek kiszabadultak. Csak a börtönfalai tartják távol a rabokat a cool világtól, gondolom külvilágtól, csak belevolvad a háttérbe. A cool világtól. Ahhoz, hogy oda juss, át kell kelned a lélek kapuján. Sok sikert. Hú, ez már nagyon kezd izgatni. Ez mi? Tehát most így egy belső szervlók a plafonról. Tehát mi jut eszedbe a piros gyapjúról? Ott meg egy vértócse. Tök jó, mint egy edzőpálya, csak én nem fogok rajta menni. Tehát tök jó, tényleg a mesteresen van berendezve. A lélek kapuja. Hát ez tényleg a lélek kapuja, basszus, hogy innen lelássál, akkor csak annyi marad. Nem tudok átmenni, szóval... Nem tudok átmenni, ez mi? Nem vagy lélek. Ó! Ott egy gomb. Aha. De jó! Nekem nagyon tetszik. Mennyire? Hány pont? Ja, hát pontra is. Ó, nem tudom. De sok. Szép. Oké, okay, sok szép pont. Nekem tetszenek a megoldások benne. És nem tudok leesni, nekem meg azt tetszik. Lélekkapu, Günther pingvin a sivatagban. Hát tudod? Figyelj ezt így, sprintben. Úristen! Nem, tök jó megcsinált, hogy nem lehet. Na, ajtós gomb. Mondta, nagyon jó! Ezt már szeretjük.
Akarsz valami? Nekem szóltál. Gyere ide. Puff, menj oda. Gyere ide. Én megijedtem, hogy lehet ilyen hangot felhallni valaminek. Gyere ide. Menj oda. Hát, ez zseniális. Miért repülnek ekkora? Hát, mert ez egy atom, über, annyira azért nem kemény, de nagyon jó kard. Hát, téged nem bántam. Imponálni akarok a nősténynek, úgyhogy... Gyere ide. De most tényleg egy ártatlan zombit bántasz, és ezzel imponálsz a nősténynek? A nősténynek. Örülök, hogy a megnevezésben legalább egyetértünk. Szóval, ez valami iroda. Rátapostam a papírra is. Rejtett láda. Azt mondja, sebzős bajtal, még egy sebzős bajtal, és erek? Nem, regeneres bajtal. Milyen iroda az, ahol egy véres fej van a sarokban? Hát egy börtön. Egy börtön iroda. Pap üzenete. És lever. Körre lehet lerakni. Fú, itt aztán van. Ja nem, ez Stonebricknek számít, de itt aztán van kő. Ez igen. Jó, meg kell gondolni, melyikre rakom le. A szobában van a láda kulcsa. Egy börtönben vagyunk, hol van egy papnak itt szobája? Hát a... nem tudom, gondolom nem a cellák között, mert a börtönben szokott lenni pap. Szobámban van a láda kulcsa, melyik ládának? Nem lehet, hogy a papot öltöd meg? Szóval... ide lehet lerakni. Jó. Nincs iszereg. És tényleg nincs! Mekkora poén! Ezzel most... itt van! Istenem! Ja, és itt van, igen, kopci feje. Hát... ezt akarod a kezed, nem? Olyan, mint kopci feje. De olyan, mint kopci feje, hát tehát látod. Tehát... hát most... mindig egy ilyen besózott bohóc. Szerintem egy ilyen lapáttal lecsapott bohóc. Inkább arra hasonlni. Olyan jó, hogy a szemei így ketté állnak. Meg be is vannak vérezve. Hát igen, de... de az jobban tetszik, hogy nem egy felel, hanem így össze-vissza. Megint olyan hülye hangot fog ki. Wow, eszkes. Komoly. De komolyan lidérc hangja van. De most már nincs ilyen hangom, hanem kezdek el köszönni. Aha, és ez már láda van. Láda, ez már kulcs kell. És megpróbáltam áthabbájítani. Gondoltad a bajtól, mint kulcs? Hát, mert azt találtam egy szobában. De úgy látszik, elhagytam valamit. Ez a papnak a szobája? Hát én erre tudok... zseniális! De jó! Tetszek ezek a megoldások? Igen, pluszpont. És most mínusz, mert nem figyelmeztetett rá. Ha-ha-ha! De miért kellene figyelmeztetni rá? Mert ilyen megoldásokat fog használni. Nem fog sokat levonni azért, csak... jó, akkor nem vonok le. Na, most itt van a nő is. Na, nem vonok le, csak... akkor inkább azt mondom, hogy javaslat, hogy az ilyesmikre én is érdemes figyelmeztetést csinálni. Én is szoktam tutoriát, mert nem mindenki van benne tisztában. Tehát tapasztaltam nem azt... nem mindenki van benne tisztában. Tapasztaltam azt, láttam végjátszást, hogy egy olyat, hogy adott blokkra lehet lerakni, vagy adott blokkal lehet kitörni, vagy hogy a cseten lehet kattintani szövegre, az problémát okozott. Tehát, hogy nem tudta, hogy lehet megnyitni a csetet, meg rákattintani. Ja, szóval érdemes az ilyesmikre figyelmeztetést írni. Megvan az erekje. Plusz 100% attack damage. Jó. Jók ezek az erekjék, de vigyázzunk rájuk. És van itt még egy lever, itt körre lehet lerakni. És volt közben egy szöveg, azt mondja, menj a cellához, aminek egy rés van a falában, és utána ugorja folyóba. Ott lesz egy nether kapu, a harmadik ereke netherben van. Eddig tök jó volt, hogy ugye megvoltak az karakterek, akik mondták nekünk az infót, de most így a semmiből így kiugrik a ládából az info, ez már úgy nem annyira szimpi. Szegény, eddig is hangokat hallott most már. Tehát, csak úgy jönnek. Hogy kerül oda ez az info?
Itt tudom majd nyitni, ugye? Hát mindegy, nem kell majd visszajönni. Ha vissza kell, akkor se. Ugorj a folyóba. Na, tök hát jó. Gyerünk, ugorj a kútba, azt mondták, hogy... Azt, hogy beszédült a hasra. Herobrine ajándéka. Majdnem megsütött. A Netherben találtam, gondoltam, hogy kell lesz. Mi van? Tessék, itt az erekje. Ó, király, megszerszeljettünk. Menj el Eston templomba, a vírus befogott téged. A világ törlés elkezdődött. Hol van az az erekje? Ja, itt van erekje, aha. És a sebességet ad, mondjuk ezt lehet, hogy használom. Egy kicsit jó, sokat jó, ad. Oké. Itt a Herobrine. Jó. Jó. Ez nem tetszik. Ez mi? Jó. Ah, ide kellenek az erekék. Tessék, kibakolok. Ez mi? Van itt egy láda. Nem lehet így vége. Mi történik? Nem tudom. Túl gyorsan sokszor. Na, rám nézett. És készül összerakni. Haha, de érdekes. Na, azt mondja, elkéstem, most meg fogok halni? Azt mondja, Darkness. Üdvözöllek, utazó, kérsz te át? Hát nem elég. Figyelj, a gonoszoknak jó a stílusuk, vagy hogy mondjam. De ez a Darkness most a vírus ezek szerint? Hol vagyok? A Netherben vagy. Én mentettelek meg a vírustól. Nem, mi a vírus. Hogyan mentettél meg? Csak én ismerem a vidörök gyenge pontját. Tudod, a vírus a vezérüket használja a világ elpusztításához. Ahhoz, hogy legyőzd a vírust, ahhoz le kell győznöd az apámat. Most a Star Wars is van, a Star Wars copy. Úgy sajnálom, ezek után te leszel a vezér. Nem azt sajnálom, hogy te leszel a vezér, oké? Nem mindegy, hogy pont vagy veszél. Hát nem. Sajnos nem. A vezért nálunk a csontvázok proféciája választja. Csontvázok. Igen. És vezérnek egy Wither, ezt a Wither-t folyton Hitlernek akarom olvasni, nem tudom mi van, de folyton az áll a számon, és úgy nézem, hogy az Wither, oké. Egy Wither nevű csontvázt választanak ezek után. Ó, értem. Most nem ezért vagyunk itt. Ott van a heggesztő, és mellette van egy láda. Abba raktam a Restont. Rak bele, és utána a karodba száll az ereje. Milyen heggesztő? Heggesztő. Jó, hogy a heggesztőbe rakjam. Jó. Gyémánt. Erősebb páncél. Kis aranyalma. Öld meg a vírus. Plusz 200 max HP. 200%. Úrra néz. Mennyi szívem van. Ezt rakjam bele ide, ugye? Mi történik? Olyan erősnek érzem magam. Ez egy. Gyémánt kard? Nem csoda. A nagy erő ezzel jár. Most menj át a portálon a vírussal való küzdelemhez. És akkor kaptam tényleg egy gyémánt kardot, a sors kardja. Sokat sebez. Egyébként a Minecraft Story módban nem ugyanígy egy Wither próbálja meg enni a világot. Ja, egyébként hasonlít helyenként a story mód, de nem tudom, hogy az ihlette, hogy azt a történetet egészíti ki, vagy egyébként vagy nem, csak úgy megtetszett neki az, tehát hogy van-e köze a Minecraft story módhoz, vagy csak úgy tetszett neki, és ő is csinált egy hasonlót. De egyébként tök jó, tehát akármelyik is, tök jó egyébként össze van hozva. Szerintem. Azt mondja, Black Hat, azt nem tudom ki. Látom, veled nehéz elbánni, öld meg vírus. Ki az Black Hat?
Azt mondja, a vírus, most megöllek. Boss fight kezdése, itt már rakott gombot, helyes, így volt idő elolvasni, meg körül is nézhetek. Hát akkor kezdjük azt a boss fightot. Taró, taró. Jaj, de nem tetszik. Ez egy erős ellenség? Eléggé. Még ha fölvenném ezeket, lehet, hogy segítene. Van, de hát ez... Nem tudok tovább segíteni. Hát legalább sebben. Ó, hát... Csodálatos módon... van, sikerült legyőznem azt a poszt. És ilyenkor mi van? Azt mondja Black Hat. Csalódtam benned, vírus. A mester ennek nem fog örülni, te pedig elmehetsz, még találkozunk. És azt mondja, nocs, gratulálok, megmentheted a Minecraftot. Egyébként a faluban vár rád valaki az egyik házban. De melyikben? Az egyikben. Ah, Elizabeth az. Elizabeth, csatlakozhatok az ünnepléshez? Persze, vége. Kösz, hogy végigvitted a pályát, készítette Assassin 008, tesztelte... Assassin 008, hát... De nem volt összesen, akkor tesztelni. Igen, érdemes kívülálló embernek elküldeni, hát mégiscsak az evés, a puding evés, a próba, tudod? Mert Nos? Nekem tetszett. Még mindig a pingvin a legint. Jó, hát akkor pozitívumok szegény meg a... Szegény hónapokat szenvedett itt az egész, nekem meg a pingvin lett. Jó, hát akkor pozitívumok, negatívumok, pingvin. Igen? Jó, én, ez az én... Hát neked kellett volna értékelni, vagy pontozni idáig, úgyhogy ja. Hát jó volt a történet, ez pozitív. Szép volt az építmény, pláne ez a templom. Bár nem értettük szerintem rendesen a templom történetét. Nem tetszett a boss fight a végén. Pár helyen meg az effektek, meg a... Hát ugye a kommandókos része, és vagy a restonos része, az pedig kifejezetten jó volt. Például ugye, ahogy a kulcs oda volt rakva az asztalra, vagy amikor kiütődött ott a fal. Bár nem tudom annak úgy, tehát úgy... Konkrétan mi értelme volt, hogy ott van a börtön, van rajta egy gomb, amit ha megnyomod, annak így kitörik a falat, tehát úgy... De úgy valahogy poén volt, ott ment egy kis ajtóikon, hogy azzal csináltál magadnak ajtót, szóval ez inkább egy látványos rész és poén rész volt, mint hogy értelmes rész, tehát hogy miért van egy börtönen ilyen, de egyébként nem baj, hát ez így elmegy, ez így poén volt. Na igen, a Vidarharc az nem az igazi, az ilyesmi nem tetszik, hogy így lerakok egy boss-t, és akkor az így majd így elintézi neked a kihívást. Nem, hát ez sokkal kreatívabban meg lehet oldani. Nem nagyon szerettem, mindig vannak ilyen helyesírás hibák, de itt most tényleg több volt. Tehát itt azért kicsit jobban látszott, hogy ez illetve neki kicsit jobban rá kell feküdnie, meg a fogalmazás sem volt az igazi, tehát nekem olyan keszekusza volt helyenként a történet. Úgy összességében oké, minden, olyan jó kis kalandozgatós volt, de helyenként voltak nagyon homályos részek. Oké, ez volt Assassin 008 pályája, a Reston hatalma map. Hatalom. A kézikönyv óvjon. Nekem itt kéne mondani, a fatörzsóvjon. Nem muszáj az. Egyébként, csak sziasztok. Egyébként fogalmam sincs, egyébként nem ezt mondtam neked. Tehát tetszik, hogy van... Elbírod tanálni. Tetszik, hogy van képesség. Most csak szórakozok. Ja. Jaj. Azt csak szórakozt ki maga az alapból. Azt hiszem kiszórakoztam, ebből nem lehet kijönni. Kettő mély. Hát, itt egy zsákutca. Köszönjük, hogy velünk tartottatok.